A Demokratikus Koalíció Van mit nézni mottóval indította el december 2-án online tévéjét. A YouTube csatorna 13 videót tartalmaz eddig. Megnézhetünk 3 epizódot a DK Szubjektív című műsorából, ezekből a műsorokból vágott rövid videókat, valamint a DK TV műsorvezetőinek bemutatkozásait. A csatorna videói eddig körülbelül 200 ezer megtekintésnél járnak, és 11 ezer feliratkozót tudhatnak magukénak. A csatornán eddig felbukkant többek között Kálmán Olga, Szuhai Botond, Vágó István, Kunce Gábor és Gréci Zsolt. Egy hét alatt több mint 71 ezeren látták a YouTube-on az első adásunkat, és több mint 10 ezer feliratkozóban a YouTube csatornánkon. Wow, hát ez csodálatos, hát ezek a számok, amikor egy felület a számokkal érvel önmaga mellett, és rögtön megünnepelteti magát abban a pillanatban, hogy a szektája rácsavarodik, mert valójában itt a szekta kiszolgálása az, ami zajlik ebben a... Elindult az átlépés. Ebben a DKTV-ben ezt a nevet sikerült találni neki, hogy DKTV. Nem lehetett volna elnevezni úgy, hogy... DKTV? Vagy nem, tudod... Demokrácia TV, Köztársaság Demokrácia TV, Köztársaság TV, Jog és Szabadság TV, vagy akármi, tehát tudod, DKTV. De szerintem ez rendben van. És de tudod, arról van szó, hogy a magyar politikában, és ez nem csak Magyarországon van így, hanem világszerte, az a trend, hogy nem szabad megszólítani új és új tömegeket, szélesíteni a közlést, hanem mozgósítani kell. Már tudod, megszűnt az átjárás az egyik táborból a másikba. Ezért tök fölösleges a kommunikációs energiákat arra fecsérelni, hogy megszólítsam a másik tábort, vagy vonzóvá tegyem önmagam. Hát nem is próbálták meg itt. A Fidesz se csinálja, hanem a saját tábort kell mozgósítani, és az nyeri a választást, amelyik oldal nagyobb számban tudja mozgósítani a választásra a saját táborát, és ezáltal buborékosodik, meg ezáltal szektásodik, meg polarizálódik a közélet, hogy már nincsen gesztus sem, már nincsen igény sem arra, hogy a másik oldalt megszólítsam, és így az oldalak tulajdonképpen szeparálódnak, elszigetelődnek, teljesen külön nyelvi, kulturális jegyekre válnak fogékonyá. Itt, ami történik, az tulajdonképpen a heti hetesből vont gyök. Gyököt vontak a heti hetesből, mert már a heti hetes is egy szektát épített, de ez a szekta még valamelyest képes volt arra, hogy legalábbis az Orbán kormány fennállása, a legeslegelső Orbán kormány fennállása idején még képes volt arra, hogy szélesebb társadalmi csoportokat megszólítson. És aztán a legeslegvég annak az a heti hetes, aminek már nem lett volna szabad léteznie Kábel Anitával, meg Parakovács Imrével. Na abból vontunk gyököt, és így kapjuk meg a DKTV-t. Tulajdonképpen egy nyílt frontális szektaépítés zajlik, kizárólag a törzsszavazók számára élvezhető módon, vagy átélhető módon. Azért arra emlékszünk, bár kivitelezésében igen, igényes itt a kép, a hang mondjuk, hogy kevésbé, de hogy a díszlet is, csak hogy a heti hetes díszletében a háttérben még magyar építészet, irodalom, történelem eseményei jelképei jelentek szerintem meg. Itt ez egy pláza heti hetes. Hátul gyakorlatilag se színek, se nemzeti színek, csempe és Európa szimbólumai, EU-s zászló, az Európai Parlament egyik épülete talán, a Brandenburgi kapu, tehát azért itt ki van mondva, hogy ha a nemzeti együttműködés rendszerével megyünk szembe, akkor mi vagyunk a nem nemzeti együttműködés. És kivonult a díszlet a plázába. Hát azért két dolgot mondanék, Robi ugye azt mondta, hogy itt alapvetően a saját tábornak szólnak. Ez tökéletesen sikerült. Szerintem nagyon kis esélye volt, hogy táboron kívül bárkit ez meg tudott volna szólítani. Kettő, hogy de hogy mi van akkor, ha azért az ő táboruk sokkal kisebb? Tehát akkor ez maximum arra jó, hogy a státuszkort fenntartsák. De... Nem, ők fönn akarják tartani jó, a státuszkort. Hát tudod, ők a kihívók, ők a legnagyobb ellenzéki párt. Ők ennél többet nem ambicionálnak. Ők akarnak lenni a pole pozícióban, ők akarnak lenni a kihívók, és várják, és várják, és várják a megváltó válságot. Pontosan tudják, hogy Magyarországon nem belülről lesz megdöntve jó, a kormány, hát hanem majd egy nagy világméretű esemény, ami talán már készülődik, meg lehet. Az majd elsöpri ezt a hatalmat, és akkor ők a pole pozíciójukat hatalomra válthatják. És ők ennyit akarnak, nem akarnak jó, többet. Ennek tökéletesen megfelel,
tekintettek, eltekintve attól, hogy aki nem tartozik ehhez a baráti körhöz, vagy mindazokhoz, akik úgy érezhetik, amikor megnézik ezt a műsort, hogy ők bekukkanthatnak ebbe a baráti körbe, mert nem tudom, aki látta a műsort, azért ez nagyon benfentes, tehát itt egy baráti társaság beszélget, fölhívják Vágó Istvánt, aki beteg, aggódnak, és állandóan viccelődnek, élcelődnek, stb. És ezzel gyakorlatilag a szavazóknak megmutatják, hogy mi ez a párt, ez egy ilyen jó kis baráti társaság, tulajdonképpen itt barbecue-thatnának, csak hát éppen itt vannak a mikrofonok. Tehát, hogy mi, tehát milyen ilyen jó barátok vagyunk, és egy picit beengedi a nézőt, hogy ebbe belekukkantson, részese lehessen, belenevethessen azokba a viccekben, amit sok esetben háromszor is meg kell magyarázni, hogy működjön. Hozzáteszem, a közönség sokszor a harmadikon is nevet. Tehát én ezt nagyon benfentesnek érzem, és minőségileg nem, tehát a saskabaré, hogy mondjam, viccmagyarázó gesztusai vannak bent. Most, ha ezt direkt csinálják, nem tudom, de már az a gyanúm, hogy ez igazán véletlenül sül el ezen a módon. Ráadásul sokszor három műsorvezető van, nem egy, mert hogy a Kármán Olga is úgy viselkedik, mint ha ő lenne a háziasszony. Na mindegy, tehát nekem azért ez így... Vannak kétségeim. Én először nem tudtam, hogy hol járok. Tehát, hogy úgy kezdődött, mint egy hírműsor, mintha híradó lenne. Uh-huh. Hát ez olyasmi, mint amit láttunk a kampány során, hogy híradó bejátszónak van álcázva egy politikai üzenet. Na de a taps, a közönség tapsa, az már a hírbejátszó alatt belehallatszódott. Mondom, na ellőtték az ötletemet, mert ilyen YouTube csatornát akartam indítani, hogy híradós bejátszók plusz tapsgép és nevetőgép együtt. Aztán megnyugodtam, hát hogy valójában hetes. Egy ilyen heti valahányasról beszélgetünk. Mellébeszéléssel kezdem, hogy a Olga mindig csinálja. Hogy soha többet nem hívjuk, ez volt az első és utolsó szereplését Kunce Gábornak, köszönjük. Egy barátság vége. Sose volt. Igen? Hogy befejezed, vagy nem? Párt, mi van a párt? Az illetőnek a pártja gyengül, és elégedetlen vele. Ki elégedetlen? Azért elégedetlen, mert valaki állandóan közben dumál, amikor ő valamit ki akar fejteni. De ez tehát nem a pártok ilyenek, hogy közben dumálnak annak a valakinek? Speciál a közben dumálás, az te vagy, de az most... Ki az a te? De most nem a pártokról beszélsz? Szóval elégedetlen a pártjával és a pártja helyzetével, és... elkezd keresgélni. Mit? Azért, mert a választások után elveszítette a támogatottságát, emiatt a választói is észreveszik. Szemtelen volt, nem fogja. Szemtelen volt, de Kálmán Olga, az Árnyékormány szóvívője, tapsot kérünk neki. Atya úristen, mit merészel ez a nő? Hát hogy lehet így viselkedni? És miért gondolja azt, hogy ez szórakoztató? Miért gondolja azt, hogy szórakoztató valakit kvázi ellehetetleníteni abban, hogy a fejében lévő gondolatokat elmondja, hanem folyamatosan belevágni a szavába, és folyamatosan eltéríteni, elterelni, igyekezni a szót arról, ami talán egy értelmes narratíva lehetne. Miért gondolja azt, hogy ez emberileg belefér? Miért gondolja azt, hogy ez szórakoztatóiparilag hasznos? És miért gondolja azt, hogy ez egyáltalán elfogadható egy asztal mellett? Függetlenül attól, hogy most ez közvetíti a tévé, vagy sem, vagy ebből gyártunk-e köznyilvános tartalmat, vagy sem, tudod, a 9. sör mellett a két lyukú kiskocsmában ez belefér-e? Miért gondolja, hogy ez belefér? Ez az a legalapvetőbb emberi normák közé sem fér be? Elhoztuk az MSZP-től a szavazókat, és elhoztuk a hülye kis koalíciós partnerük egykori belügyminiszterét Boxzsáknak, és azt fogjuk játszani, hogy a Kunce Gábor a hülye falkasházi tivada, én pedig Kálmán Olga vagyok, a Bajor Imre, aki gyakorlatilag nem hagyja őt szóhoz. De ilyet, ilyet a Bajor Imre soha nem csinál. Ez rettenetesen kínos. Bajor Imre, találj ki valamit, ami vicces, találj ki valamit, amivel froszlizni tudod a másikat, és akkor vagy te a Bajor Imre, és akkor a másik a farkasházi Teddy, akinek nincs humora, csak hát ő a humor nagyágyúja, meg a humor pápája Magyarországon, ami hát a magyarországi humor kontraszelektív működéséről is szól. De hogy ilyet soha nem csinált volna a Bajor Imre. Egyébként az milyen duma a Kálmán Olga részéről, hogy soha többet nem hívjuk.
Mint a szerkesztőség, mint a főszerkesztő, mint a DKTV maga. Tudod, mi nem hívjuk, vagyunk mi a DKTV, Kálmán Olga teljesen, tudod, a kíváncsi kérdező, aki pár évvel ezelőtt még a kíváncsi kérdező volt az ATV-n. Mennyivel jobban állt neki. Igen, de vajon az ő akkor egy kíváncsi kérdező volt? Nem ugyanez a párt szolga valójában? Mert tudod, amikor valaki a kíváncsi kérdezőből, meg a nyilvánosság szolgálójából hirtelen a DK-nak a kulturális tudod, kulturális főembere, kulturális attaséja, vagy hogy hívjam ezt, lesz, aki közli, hogy soha többet nem hívjuk. Tehát vagyunk mi a DK, és mi őt nem hívjuk. Én nem tudtam. Enélkül a jelenet nélkül én nem tudtam volna, hogy a Kálmán Olga beljebb van a DK-ban, mint a Kunce Gábor, de ez alapján, hogy a Kálmán Olga ilyesmit merész elmondani, hogy többet nem hívjuk. Hát és ez fontos üzenete lehetett ennek a műsornak. Hát, egyébként azért lehet úgy is olvasni, és akkor megint én vagy rendes emberkedek, naívkodok itt, hogy a Kálmán Olgának a televíziós felkérdezőből az aktív politikussá lépése azért az lehet egy felelős tett is. Tehát, hogy ő elment csinálni valamit, ami a részvétel igen, a csak hazugság, aktív igen. életében, és nem az ellenőrzésében. Igen, csak meghazudtolja azt a szerepet, ami addig volt. Tudod, ha ő addig a kíváncsi kérdező volt, aki a negyedik hatalmi ágat testesíti meg, ahogyan a kultusza neki kinézett a 10-es évek első felében, hogy a keménytökű nő, aki a hazudozó férfi politikusoknak a torkára rakja a kést, és igenis ott a kamerák keresztüzében felelősségre vonja őket, mert ő a mi hangunk kihangosítva, mert ő minket képvisel ott és akkor, tudod, ez az egész megy a levesbe akkor, amikor DK-s politikusnak áll. Hát akkor arról van szó, hogy addig is DK-s politikus volt, aki kiadta magát. De várjál, kíváncsi kérdezőnek, meg a nyilvánosság szolgálójának. De a Gréci Zsolt nem újságíró volt egyébként? Én úgy emlékszem rá, nem? Aki ott ült mellette, szintén politikusként. Na, az a kőkemény, hogy a Gréci Zsolt az visszatért. Hogy a Gréci Zsolt az emlékezetes botránya után, ő visszatért. És mindezt MeToo ügyeknek a hullámverésében, és ez belefér. Jó. És ezzel is mit üzen Gyurcsány? Nagyjából azt, amit Orbán Viktor az övéinek, bármit elkövethetsz, amíg hűséges vagy. Egyetlen bűn létezik, és az a hűséget felmondás a vezér iránt, aki itt jelen esetben Gyurcsány. Ha kulturálisan elfogadhatatlan módon viselkedsz, és mindez nyilvánosságot lát, és mindez körbe járja az internetet, és mindenki látja a jeleit annak, hogy, hát, hogy is mondjam, kiiratkoztál a kultúremberek köréből, az sem baj, mert a hűség az egyedüli szempont. Miben különbözik a DK, mint a Fidesz? Miben különbözik, amikor bármi belefér, a hűség az egyetlen, ami számít? Elindult az átlépési hullám itt a pártunk irányába. Mit gondoltak arról, hogy mennyi fiatal politikus csatlakozott itt hozzánk az elmúlt időszakban, többek között Bodrozsán Alexandra, Szilágyi Szabolcs, Déri Tibor, Szűcs Balázs? Mit gondoltak, mi ennek az oka? Miért csatlakoznak hozzánk ennyien? Hát az első ok az nyilvánvalóan az, hogy közeledik a 2024-es önkormányzati választás, és nagyon sok olyan politikus van, amelyik azt gondolja, hogy az erősebbhez csatlakozni az részben lehet egy újfajta értékválasztás. Azért ne feledjük, ezek, akik itt csatlakoztak, és Isten hozta őket a csónakban. Azért néhány éve ezt még nem gondolták volna magukról. Az erősebbhez csatlakozni az lehet egyfajta értékválasztás? Hát az pont nem az. Lehet, hogy a Gréci Zsoltnak ezek a fogalmai az értékválasztásról. Lehet, hogy ő is így került a DK-ba. Az erősebbhez csatlakozni az pont nem értékválasztás. Az pont az, ami nem az. Az is egy érték, csak nem egyfajta morális igazság alapú, hanem az erő, mint érték. Hát igen. De ebben az országban ez nem ismeretlen. De tudod, van az erő, meg van az érték. Azok azért különbözőek. Tehát vagy az erőhöz csatlakozol, vagy az értékhez. Az pont nem egy elvi döntés, amikor az erőhöz csatlakozol. Az pont egy taktikai döntés. Vagy erős vagy értékes vagy csatlakozol.
Miért lehet? Mi lehet az oka ennek, hogy ilyen átlépési hullám van, hogy fiatal politikusoknak, fiatal nagyszámú momentumos politikusoknak a tömege lép át a DK-ba? Mi lehet ennek az oka? Talán csak nem az, hogy a DK-sok azok bizonyítékokat gyártanak arról, hogy ezek pénzt tesznek zsebre, aztán megzsarolják őket ezzel? Mint mondjuk történt az Újpesten? Mint mondjuk történt az déli polgármester ügyében? Nem lehet, hogy erről van szó? Nem lehet, hogy arról van szó, hogy, hogy olyan bizonyítékokat gyártanak le, ami után ezeknek a mohó momentumos politikusoknak nem is lesz más választásuk, mint az erő jogán, az erő elve mentén csatlakozni a DK-hoz, és aztán azt Gréczi Zsolt elvi döntésnek csúfolhatja mindenki füle hallatára? Én azt látom itt azon kívül, hogy folyamatosan azt kérdezem magam, hogy miért nézek meg önszántamból egy 50 perces kampányanyagot, hogy, hogy ezt a magabiztos dacot is átvette a DK a Fidesztől. Hát ha ez bizonyára ez a további erőt fog okozni. Dobrev Klára minden héten kijelenti, hogy Orbán megbukott és kész átvenni az irányítást, ahogy a Fidesz úgy jön haza Európából, hogy nyertünk, megvédtük a magyarok érdekeit, nem szavaztuk meg, amit megszavaztunk. Addig itt akkorában vannak, mintha tényleg a jövő lennének itt a DK részéről, és nem a múlt. Ez van itt előadva. Nagyon modern környezetben korszerűsködünk a YouTube-on. Én úgy látom, mint egy ilyen balos pesti tévépróbálkozást néznék, de Marci, te mondtad itt a szünetben, hogy olyan, hogy nekik is létre kell hozniuk a hírtévéjüket, nem? Ugye, hogy ez a CNN születése, mert Fox News már van mindenhol. Ugye ezt emlegetjük. Na, a CNN is volt, csak tudod, aztán tönkre ment, mert a napot lehazudták az égről, és most próbál újra fölkelni a nap, de hát a nap kelte még nem jött el. Hmm. Vagy hát eljött, de tudod, ez valójában nem az ő napjuk kelt föl még. Járfás Tamásra. Igen, csak az jut eszembe, hogy Orbán Viktor kapcsán állandóan előkerülnek azok a sztorik, hogy valahol egyrészt 94-ben rájött, hogy a szocialisták ellen csak úgy bír, ha gazdasági hátteret és média hátteret képít, illetve a 2002-es választási vereség után jön rá, hogy egyszerűen az a finom polgári mód, ahogy ezt ő próbálta intézni, az nem működik, tehát egyszer megszerzi a hatalmat, akkor így mindent a saját oldalára kell állítani. Na most lehet, hogy ezt a receptet akarják csinálni, csak hát még nagyon a kezdő lépéseknél tartanak, és majd 15 év múlva ebből lesz DK-s hírtévé. Nem tudom, mert egyébként nem látom más célját, kivéve azt, amit elhangzott, hogy a saját szavazókat gyakorlatilag ilyen állandó szórakoztatás révén szavazó képes állapotba tartanak, de ezen kívül más nem látom be. Vonatkoztassunk el egy kicsit az ideológiáktól, vagy attól, hogy ezek gondolnak-e bármit is. Vonatkoztassunk el attól a 8 évtől, ameddig vezették Magyarországot. Vonatkoztassunk el a Gyurcsánynak a hazugságaitól, meg a Gyurcsánynak a szemkilövetésétől, meg a Gyurcsánynak a precedensértékű lenemmondásától, mindentől, amit a Gyurcsányról tudunk, vonatkoztassunk el mindentől. Önmagában az, hogy az ellenzék egy ilyen tévét és egy ilyen tévéműsort tud kiállítani, vagy most mondjuk úgy, hogy az ellenzék legerősebb pártja is, az ellenzék vezető ereje a DK, egy ilyen színvonalú, akár külsőségeiben, a kivitelezésében, a tartalmában, a szereplőiben egy ilyen színvonalú műsort bír kiállítani. Ezt állítja szembe a hírtévének, meg a TV2 tényeknek a hírgyárával. Ez mit kommunikál a magyarok felé? Azt, hogy ezekre rá lehet bízni az országot? Azt, hogy amennyiben elégedetlen vagy Orbán Viktorral, szavaz ezekre, mert ezeknek a hatalma az majd nem Orbán visszatérését fogja okozni. Egyáltalán én, amikor ezt látom, azt látom, hogy nem kihívók. De milyen minőségű most, hogy ez most rosszabb vagy jobb? Mert szerintem pont ugyanolyan. Nem, szerintem sokkal rosszabb. Most mondom, hogy hagyjuk, hogy mit tudunk, meg mi az igazság, meg mi a híreknek a valóságtartalma, vagy hogy mennyire, hogy vonatkoztassunk el az erkölcsi szempontoktól, mert én azt gondolom, hogy erkölcsi különbség nincs a DK meg a Fidesz között. Most csak a kivitelezésnek a színvonaláról beszéljünk. Arról, hogy gyököt vonunk a saskabaréból, és megkapjuk ezt. Tudod, a saskabaré gyökét
hatalomra engednéd Orbán Viktor ellenében, és adnak, lenne olyan illúziót, hogy az majdnem az Orbán visszatérését fogja okozni. Egyáltalán tudod, olyan, mint amikor egy mókusörs hívja ki a néphadsereget. Egyszerűen nincs az az élményünk, hogy egy súlycsoportban vannak, sőt, az az élményünk sincs, hogy szomszédos súlycsoportban vannak, hanem hogy osztálykülönbségek vannak. Tudod, 3-4 osztálykülönbség. És az meg, ahogyan ők szórakoztatni akarnak úgy, hogy nem humoristák, és még csak nem is humorosak. A Kunce Gábor valaha vicces volt, de az is azóta is már lecserélődött az összes sejtje 3-szor, hogy valaha vicceset mondott. Én még emlékszem, hogy amikor még hatalmon volt, volt egy olyan kérdés, hogy ő szereti-e Michael Jordant, vagy én nem tudom, valami ilyesmit kérdeztek tőle, és ő azt válaszolta, hogy én a feleségemet szeretem. És én emlékszem, hogy akkor azt mondtam, hogy hoppá, ez a Kunce, ez vicces. De én azóta nem hallottam tőle semmi vicceset. És tudod, Kálmán Olga akar vicces lenni. Vágó István akar vicces lenni. A helyzet az, hogy nem viccesek, nem humoristák, és nem humorosak. De mégis ezt a szerepet erőltetik. Miért erőltetik, amikor a Ihos Józsefnek a humorához nem érnek fel? Nekem azért kérdés volt, föltetted az elején, amikor erről a Kálmán Olga jelenetét, amit bejátszottatok, hogy ez hogy lehetséges. Itt két eset van, vagy hogy ez spontán úgy alakult, nem tudom, hogy, vagy hogy ez meg van rendezve és előre kitalálták. Háromszor is visszatér erre a Kunce froclizásra, tehát csak de, tudod, ez, nem ez a legsúlyosabb. Csak tudod, nem talált ki semmit. Nem talált ki semmit, de froclizza. De mi van, ha ez előre meg van beszélve? Nem sokkal jobb. Meg van beszélve? Hogy érted, hogy meg van beszélve? Hát az, hogy kitalálták azt, hogy nem fog a Kunce mondani semmit, mert nem hagyja. És ez egy koncepció, és a Kunce ebbe belement. Hát ha ez show, hát ilyen szitkomos elemek vannak igen, benne. Igen, de igen, csak nincs tartalmi vonatkozása. Az nem számít. Az, hogy belezavarsz valakit abba, hogy beszél, nem szórakoztató. De miért az, hogy elmondaná, hogy az Orbán rendszer korrupt, azok mennyivel mennénk előbbre? Nem, legalább? A szórakozás frontján nem mennénk előbbre, de a szektaépítés frontján meg igen. És tudod, arról van szó, hogy az egyikük szektát akar építeni, a másikuk meg szórakoztatni akar. De a Kuncénak még vannak kreditjei a szektaépítéshez. Kálmán Olgának nincsenek kreditjei a humorhoz. Vegyünk észre még egy formai elemet itt a végén, mégpedig ennek a DKTV bejelentkezésnek az elejét. Van egy visszaszámlálás, ami azt az ígéretet mutatja vizuálisan, hogy mi pontosan fogunk kezdeni, mint a híradó. De hát ez egy on-demand, ezt klikre indítod el. Tehát ez nem valahány órakor kezdődik, hanem mindig pont akkor fog kezdődni, amikor te elindítod, és ahhoz képest mutatják másodpercekig, hogy ők nem fognak késni. És pontosan annyi másodperccel kezdődnek így végül később. Mint amikor elindítottad. Mint az elindulásodhoz képest, annyival késnek, ahány másodpercig számolt. Meg visszatetsző a viháncolásuk akkor, amikor állandóan az áldozati pózaikból, egyik áldozati pózukból a másikba esnek át, amikor egész Magyarországot egy pusztulatnak festik le, és tudod, itt már mindenki a szakadék széléig van szorítva, már bármilyen lépés hátra az a szakadékba zuhanást jelenteni, és akkor Kunce Gáborral szemben Kálmán Olga egyszerűen csak trollkodni kezd, és viháncol a saját elő nem adott szellemessége felett. És hogy kéne ezt a, tudod, ezt a virgonc rihiröhízést átélni, amikor Magyarország tragikus körülmények között van, amikor Orbán túlhatalma fasizmusba taszítja Magyarországot. Min szórakozik ilyen jól Kálmán Olga? Azon, hogy a Kunce Gábor nem mondhatja végig a hülye szektás dumáját? Orbán túlhatalma hungarofóbiába taszítja Európát. Ebben van igazság.